A zord időjárás miatt éppen üres a máskor igen népszerű bicikliút Kaposztekcső határában. Sokan szoktak a lakótelep melletti úton futni, kerékpározni, nordic walkingolni. Éppen ezért esett a választása a település vezetésének erre a helyszínre, hogy itt egy szabadtéri fitnessparkot alakítsanak ki a sport szerelmeseinek. Mindenre a Magyar Falu program pályázatán elnyert összeg biztosított lehetőséget. Több millió forintot nyert erre a község, mondja Badáci Csiba Zsuzsanna polgármester. Ezt meg az előző testület álmodta meg, kettő darabra adtuk be a pályázatot, a falu központba egyre és ide a lakótelepre egyre. Akkor, amikor megtudtuk, hogy nyertünk, azt láttuk, hogy csak az egyikre sikerült. Akkor úgy kicsit bántuk, hogy nem a központban lévő valósul meg, de ott azért több a lehetőség. Itt tavaly megvalósítottunk saját beruházásból egy játszóteret a belső részen, ami biztonságos a kicsik számára, és most, hogy tényleg ide került ez a sportpark, most látjuk, még átadásra se került, tehát hogy tegnap előtt lett kész, de látjuk, hogy már most nagy keletje van, hiszen pont egy olyan biciklis út mellé helyeztük el, ami gyakorlatilag főleg azóta, hogy van ez a pandémiás időszak, egy frekventált terület lett. Nagyon sokan gyalogolnak erre, nordic walkingoznak, bicikliznek, futnak, és azt mondom, hogy pihenésként is, vagy pedig plusz erősítésként itt meg tudnak állni. Tervezzük a további fejlesztést, szeretnénk ide mellé padokat, kis leülős lehetőséget, hogy tényleg, hogyha valaki csak megpihenni akar, akkor is meg tud állni, illetve tervezünk bicikli tárolót, hogy esetleg aki biciklivel jön, az is le tudja tenni a kerékpárját, és tudjon egy kicsit erősíteni. Kaposztekcső lakosságának közel negyede él a lassan teljesen átalakuló lakótelepen. Így létfontosságúak a további fejlesztések. Kaposztekcső jelenleg 1526 fővel rendelkezik, ebből körülbelül 400-an élnek itt a lakótelepen. Most már azt mondom, hogy kezd szépülni, megújulni. Egy vállalkozó megvett itt három tömböt, ami most jelenleg az első kerül felújításra, illetve garázsokat épített, illetve a másik kettőt is szeretné felújítani a közeljövőbe. Azt mondom, hogy tényleg fejlődés útjára lépett ez a lakórész is, és mivel egyre többen vannak, hála Isten egyre több kisgyerek, is van, fiatalok, ezért is ezek a rekreációs létesítmények jók, hogy itt vannak. A Magyar Falu program révén megújulnak az utak, közterek is Kaposztekcsőn. Már eddig is számos fejlesztést hajtottak végre a településen, és ez a jövőben is folytatódni fog, mondta Badáci Csiba Zsuzsanna. Mintegy 5 millió forintból újították fel a temetőt, annak úthálózatát, és tették akadálymentessé. Továbbá korszerűsítették a kaposztekcsői közösségi házat is, arra mintegy 20 millió forintot nyert a község. A polgármester kiemelte, a Kossuth Lajos utca komplex felújítása is egyfajta mérföldkő volt a település életében. Erre mintegy 26 millió forintot nyertek a Magyar Falu programból.